Egyelőre nem látni a járvány végét Európában. Olaszországban tegnap újra több mint 6000 új fertőzést regisztráltak. Ilyenre még csak egyszer volt példa Itáliában. Spanyolországban teljesítőképességük határára értek a kórházak. Naponta százak vesztik életüket. Teljesen kiürült a brit, a német és a francia fővárosa kijárási tilalom következtében. Sokan vidéken kezdenek új életet. Szerte Európában szigorú bírsággal sújtják azokat, akik indokolatlanul hagyják el otthonukat. Romániában szerda óta 550 millió forint értékben 6000 embert bírságoltak meg. Folyamatosan érkeznek a halottas kocsik ehhez a kórházhoz Spanyolországban. A mentőautók pedig újabb és újabb betegeket hoznak. A kórház vezetése arra figyelmeztet, hogyha nagyon rövid időn belül nem kapnak segítséget, az ellátás összeomlik. A 60 fő befogadására alkalmas sürgősségi osztályon ugyanis több mint 600-an vannak. Ilyen körülmények között lehetetlen ellátni az összes súlyos beteget, emiatt is kiugróan magas a halálozások száma. A stabil állapotú betegeket rögtönzött kórtermekbe szállítják, amelyeket konferencia központokban és hotelszobákban alakítottak ki. A sürgősségi osztály pillanatnyilag teljesen tele van, ezért megkértük az egészségügyi központokat, konferenciatermeket és sportközpontokat, hogy fogadják be betegeinket. Már ki is jelöltünk többeket, akiket oda szállítunk. A válságos állapotban lévők azonban a kórházban maradnak, mondta egy orvos. A madridi parlament csütörtökön meghosszabbította a szükségállapotot. A kijárási tilalmat és szigorú korlátozásokat leghamarabb április közepén oldhatják fel. A spanyol főváros kong az ürességtől. Akik mégis kimennek az utcára, súlyos pénzbírságra számíthatnak. Szellemvárossá vált a francia főváros is. Egy lélek sincs sem a Notre-Dame székesegyház, sem pedig a Diadalív körüli tereken. Sokan vidékre költöztek és gazdaságokban vállaltak munkát. Országszerte 200 000 mezőgazdasági állás vár betöltésre. Ennek a párizsi hajszobrásznak sem volt más választása, egy farmon kapott munkát. Szalonyába ugyanis nem ment be egy vendég sem. Franciaország szerte 100 000 rendőr és csendőr igazoltatja a járókelőket és járművezetőket. Aki két héten belül kétszer is indokolatlanul hagyja el otthonát, akár 1000 eurós, vagyis mintegy 350 000 forintos bírsággal is sújthatják. Olaszországban még többe kerül megszegni a karantén szabályokat. Akit elkapnak, 1 000 000 forintnyi bírságra is számíthat. Olaszországban csütörtökön újra ugrásszerűen nőtt az új megbetegedések és halálozások száma. Így már kétszer többen vesztették életüket, mint Kínában, Dél-Koreában, Japánban és a dél-kelet-ázsiai országokban összesen. Több mint 3500 beteg állapota válságos, ezért félő, hogy a halálozások száma gyorsan tovább nőhet. A vírustól való félelem sok mindent megváltoztatott az országban. Már nem az arany, a gyémánt vagy egy festmény a legértékesebb cikk. 8000 arcmaszkot foglalt le az olasz rendőrség csütörtökön egy olasz testvérpártól, akik kiraboltak egy orvosi eszközkereskedőt. 12 000 maszkot rendeltek tőle, darabját 1 euróért, ám fizetség helyett elrabolták a szállítmányt. Gyorsan elkapták őket, nagyon súlyos büntetésre számíthatnak. Németországban átlépte a 45 000-et a fertőzöttek száma. Éppen egy hete, múlt pénteken hirdették ki az ország történetének egyik legszigorúbb kijárási tilalmát. Kettőnél többen nem lehetnek egy időben egy helyen közterületen. Nem csoda, ha a főváros szinte teljesen kihalt. Londonban csak a tapsvihar visszhangzott csütörtök este a kihalt utcákon. Az orvosok és ápolók áldozatos munkáját köszönték meg így szerte Nagy-Britanniában. Csatlakozott a kezdeményezéshez a brit kormányfő és pénzügyminisztere is. A Downing Street 10 előtt tapsolták meg az egészségügyi dolgozókat. Vilmos Cambridge-i herceg gyermekei is videóra vették, ahogy az orvosoknak tapsolnak. A felvételt fél nap alatt közel 1,5 millióan nézték meg az interneten. Arcmaszkok kerültek a szobrokra Vilnius belvárosában. A litván közmédia kezdeményezése az egészségügyi előírásokra hívja fel a figyelmet. A balti országban ugyanis rohamosan terjed a kór. Csütörtökön 20 NATO katona szervezetében mutatták ki az új koronavírust.
Kassán is csak lézengnek az utakon. Egy friss felmérés szerint a lakosság háromnegyede tart attól, hogy elkapja a vírust. Már hetek óta szünetel a tanítás. Az oktatásügyi miniszter szerint ebben a tanévben már nem lesz hagyományos oktatás Szlovákiában. Romániában a kijárási tilalom szerdai bevezetése óta már közel 6000 szabálysértőt büntettek meg a rendőrök, összesen mintegy 550 millió forint értékben. Egyikük sem tudta igazolni, hogy elfogadható indokkal hagyta el lakhelyét.